Nem állok én erre készen. Ez a videó egy volant szerencsétlenség lesz. Nem baj, csináljuk! Hello, hello emberek, itt Csonti! Ismételten előbújtam a burkomból, és készöntelek benneteket... Nem... Hello, hello emberek, itt Csonti, és előbújtam hosszú idő után ismét a burkomból, hogy videót készítsek nektek. Hol voltam az elmúlt egy hónapban? Jelentem, élek, svirulok, és... Egész egyszerűen csak pihentem. Hosszú-hosszú évek után ez volt az első olyan alkalom, hogy úgy döntöttem, hogy adok magamnak pár nap pihit, amikor nem csinálok semmilyen videót. Aztán ebből a pár napból pár hét lett, és most már lassan egy hónapja nem került ki semmi a csatornára, és bevallom őszintén, jól esett. Na de, itt vagyok, és most szeretnék nektek egy kis rövid beszámolót csinálni, és ezzel a vloggal elindítani a 2022-es esztendőt, és röviden beszámolni a terveimről, illetve hogy ti mire számíthattok a következő hónapokban, esztendőben, meg úgy alapvetően, amíg így kedvem tartja, és ebben a lelkiállapotban leledzek. No, akkor kezdjünk is hozzá. Ahogy mondottam, volt az elmúlt egy hónapot pihenéssel töltöttem, amibe azért belefért egy kis hébe-hóba streamelgetés így Twitchen, ami a lényeg, hogy az elmúlt egy hónapban azért játszottam nem keveset jó játékokkal, és talán ez az egyik fő oka is annak, hogy nem igazán csináltam tartalmat, mert annyira, de annyira belemélyedtem ezekbe a játékokba, hogy utána úgy gondoltam, hogy ha ezekből tartalmat szeretnék csinálni, akkor meg szeretném adni a módját, hogy úgymond kicsit megháláljam a játéknak azt a sok élményt és boldog játékórát, amit önfeledten a gép előtt tölthettem velük. Viszont valahogy mindig úgy éreztem, hogy amit így összedobtam, az valahogy nem lett elég jó. És ezt úgy eljátszottam sokszor, nagyon sokszor az elmúlt egy hónapban, talán kicsit többet is, mint kellett volna. A lényeg az, hogy nem jött ki a videó belőle. Na mik voltak ezek a játékok? Csak hogy tudjátok, hogy miről van szó. A Library of Ruina. Ha valaki emlékszik rá, réges-régen csináltam a Lobotomy Corporationről egy videót, amivel egyébként ugyancsak nagyon sokat játszottam és nagyon szerettem, és most újra elkezdtem belőle egy stream sorozatot, jelenleg Twitch-en fut a dolog, és ez ennek a játéknak a közvetlen folytatása. Gyakorlatilag egy körökre osztott stratégiai kártyagyűjtögetős RPG, nagyon-nagyon jó sztorival, lélegzetteleállítóan hangulatos zenékkel, gyakorlatilag ennek a soundtrackját hallgatom most már az egész családdal együtt. Egyszerűen imádom, nem bírok tőle betelni, és az elmúlt egy hónapban 100 plusz órát így sikerült belegörgetnem a kicsikébe. Lesz belőle majd valami tartalom, csak szeretném jól megszülni. De tényleg jól, mert hogy megérdemli, abszolút megérdemli. És ezen a játékon függök mind a mai napig, egyszerűen imádom. Nagyon tudom ajánlani mindenkinek a kipróbálását. A másik az a Satisfactory, ami az 5-ös update óta megint csak így a rabjává tett, gyakorlatilag a Satisfactory szolgálatában álltam a Twitch-en és streamek formájában, de egyébként is szabadidőben, tehát hogy valami bődületesen nagy etapot kezdtem el ott tető alá rittyenteni benne, és most már egy teljesen új játék ezekkel az új mechanikákkal, és nagyon-nagyon várom, hogy mit fognak a következő évben hozzátenni a játékhoz, a 6-os, 7-es update-ben majd, ami jön, és valószínűleg idén talán meg is fog jelenni. Jelenleg még a készítők se tudják, hogy mit fognak beletenni a játékba, mi se tudjuk, de én kíváncsian várom. Mindenesetre ezzel játszottam még sokat, tehát kiért a Final Fantasy 7 Remake Epic Store-ra, és azzal is játszottam nem keveset, gyakorlatilag végigvittem a játékot, nagyon élveztem, tehát én nekem az egyik kedvenc, minden idők kedvenc játékai között benne van a Final Fantasy 7. része, felfedezni például benne egy-két archaikus dolgot, amit most már esetleg másképp lehetne csinálni, viszont a sztori, a hangulat, a karakterek, a történet, a minden a Final Fantasy 7-ből olyan szépen ki lett dolgozva, el lett mélyítve, hogy gyakorlatilag nekem ez egy második gyerekkor volt ismét, és tényleg azt éreztem, hogy így magába szippant az egész játék. És hát nem utolsó sorban most jött ki az új update-je a Dyson Sphere programnak, amivel szintén elkezdtem most így megint így visszakanyarodni a másik nagy gyárépítős függőjátékomhoz, a Dyson Sphere programhoz, úgyhogy ja, így ezekkel el voltam. Számotokra, ami érdekesebb, hogy mi is várható a következő időszakban. Amire eltökéltem magam az az, hogy ide a csatornára szeretnék mindenképp vágott tartalmakat készíteni, jobb összerakott videókat.
hoho, de ahhoz idő kell, hoho, meg aztán egy kis gógyi, meg kreativitás, meg úgy dolgok, amiknek úgy általában hiány vagyok. De ne izguljatok, jönnek majd szép komótosan, aztán majd ha belelkesedek, akkor talán jönnek gyakrabban is, ha viszont nem lelkesedek be, akkor csak komótosan. De még nem ígérek semmit, jó? Nem ígérek semmit, és akkor azt fogom tudni tartani, reméljük. Másik dolog, ad hoc videók lesznek, dolgokból, amiket könnyen elő tudok állítani, és szerettek, meg én is szeretek. Ilyen például a hongyás videók, amiket tudom, nagyon-nagyon-nagyon sokan szerettek, vártok, és nekem sem okoz nagy erőfeszítést megcsinálni, csak jelenleg még mindig azt a nyomorult tűzhangya update-et várjuk, és még nem jön. Hol vannak a tűzhangyák? Szóval várjuk az update-et, és amíg nincs update, addig várunk. Illetve még gondolkodom azon, hogy ide is streameljek újfent, ugye már rég nem voltak ezen a csatornán streamek, mert úgy az egész YouTube ökoszisztéma, meg az algoritmusok, meg úgy semmi nem kedvezett nekik, de mostani lelkiállapotomban, illetve mostani helyzetemben szerintem beleférnének ezek is, néha hébe-hóba, vagy majd meglátjuk, próbálok nekik valami rendszert keríteni, hogyha elindulunk ezzel a projekttel is, de egyelőre annyit tudok mondani, vágott videók, adhok videók, és esetleg streamek. És végezetül nem utolsó sorban, és akkor ezzel egy kicsit előre is vetíteném, hogy milyen játékokra számíthatok, egy kis várólista 2022-ből, úgyhogy ha ezek a játékok majd jönnek, én is jövök velük. Először is tudjátok nagyon jól, hogy én nagyon szeretem a stratégia és menedzser játékokat a munkámban, és általában projektmenedzsmenttel foglalkozom, és hát az úr a pokolban is úr, mivel tölteni az ember a szabadidejét is, mint ugyanazzal, vagy hasonló dolgokkal, mint amit a munkájában is csinál. Tehát stratégia, tervezés, menedzsment. Belegondolva ez kicsit szomorú. De, ami a lényeg, játékok tekintetében ez mit fog jelenteni? Először is érkezik majd egy nagyon jó dinós játék, a Prehistoric Kingdoms, ami talán egy jobb Jurassic World Evolution lehet, de majd ez kiderül. Minden esetre erre kíváncsi vagyok, erre a játékra, és hogyha megérkezik, biztos lesz belőle valami. Aztán tavaly láttam meg, és egyből beleszerettem az Ixionba. Gyakorlatilag az egy sci-fi Frostpunk lesz, egy űrállomást kell majd menedzselni, meg így sodródik majd az űrben, és mi fogjuk irányítani, és a túléléshez hozzásegíteni a szegény asztronautákat, akik sodródnak vele az űrben. Nagyon érdekesnek tűnt, és szeretném ezt is majd kipróbálni, ha egyszer majd megjelenik. Nem tudom, hogy Early Access lesz-e vagy sem, viszont én bízom benne, hogy jó lesz a végeredmény. Aztán egy másik sci-fi játék, igen, a másik gyengém az a sci-fi, Failing Frontiers. Ez egy masszív, űrhajós, stratégiai menedzser játék, gyakorlatilag egy naprendszert vagy egy naprendszereken átívelő menedzsmentet kell benne megvalósítani, nagyon realisztikus űrhajó koordinációval, különféle kitermelési láncolatok felállításával, és úgy tetszett, amit láttam eddig belőle. Nagyon bonyolultnak is tűnt, de ezt szeretjük egy stratégiai menedzser játékban, ugyanis, hogyha sekély a víz, akkor én így megunnom és ott hagyom a fenébe. Szóval Failing Frontiers szintén várom, aztán még mindig a sci-fi vonalnál maradjunk egy picit, Dűne, Spice Wars, ezt decemberben láttam meg, hogy bejelentették, és hát Dűne. Most itt ezt előbányáztam, de van még másik 5 Dűne könyvem, szóval mondhatjuk úgy, hogy szerettem a Dűne univerzumot, és hát egy új dűnés játék. Mikor volt az utolsó dűnés játékunk? Nagyjából ilyen 2000-es évek első fele, vagy 2000 körül, és azóta nem jött semmi. Szóval én nagyon kíváncsi leszek rá, ez is egy ilyen RTS menedzser játéknak tűnik a képek alapján, jól is néz ki, és kicsit, mintha így visszatérne a legelső Dűne játékhoz, ami egyfajta hibrid volt az RTS és az RPG között. Gyakorlatilag így mászkálhattunk a különféle helyszínek között, és aztán egy idő után így az RPG-ből átváltott az egész egy ilyen real-time stratégiai játékba, tehát zónákat kellett uralnunk, onnan katonákat toborozni, és aztán küldeni a többi zónába a fremeneket, hogy leverjék a Harkonnen bázisokat, és itt is valami hasonlót látok, nagyon kíváncsi vagyok rá, remélem, hogy jó lesz, és akkor majd játszom vele sokat. Aztán még ez a távolba vész, de két másik stratégiai játék, Frostpunk 2, mondanom sem kell, hogy ha majd
egyszer kijön, valószínűleg 2023-24 környékén, úgyhogy ez még odébb van, de arra biztosan rárepülök, az egyik kedvenc játékom azok közül, amit valaha készítettek, úgyhogy ki nem fogom hagyni, illetve egy másik érdekes játék, City of Atlantis, az pedig a vizes Frostpunk. Igen, volt Skiffy Frostpunk, a Frostpunk Frostpunk, és most már egy vizes Frostpunk, gyakorlatilag ott is egy ilyen körkörösen épített Atlantist kell majd felépítenünk benne, a játék jól néz ki, remélhetőleg, hogy management fronton is kellően részletes lesz, és akkor jól fogunk vele szórakozni. De ne csak menedzser játékokra gondoljunk, itt van nekünk már rögtön a Destroy All Humans második része, aminek hát igazából a remake-je, ami érkezik valószínűleg az idei évben. Hát ha valami jó volt, az a Destroy All Humans első részének a remake-je. Én nagyon jól szórakoztam vele, hál' Istennek ti is, úgyhogy ha majd jön a játék, akkor én is jelentkezem majd valószínűleg egy hasonló módon készített fullos végigjátszással. És aztán jön nekünk még a kedvenc híres hírhet Thief Simulator második részünk is, amivel szintén szeretnék foglalkozni, és az idei évre ígérnek nekünk egy Slime Rancher 2-t, úgyhogy ez három olyan játék, amiből szerintem kapásból tudok nektek adhok végigjátszás videós sorozatokat ígérni, ha egyszer majd megérkeznek, és akkor erre is majd számíthatok. A kérdés az akkor, hogy mikor, amikor majd megjelennek, ami ez meg mikor lesz, nem tudom. És végezetül nem utolsó sorban még egy játék van, amit nagyon várok az idei évben, az pedig a Teeny Ninja Teknőcök Shred, vagy hát a zúzó bosszúja. Na most ez egy olyan arcade játék lesz, mint a réges-régi Teeny Ninja Teknőcök, és én ezt elsősorban a Nintendo-ra várom, mert hogy a gyerkőccel ott fogjuk csapatni velük. Ő is szereti a Teeny Ninjákat, már pont abban a korban van, hogy Teeny Ninja, Teeny Ninja, Teeny Ninja, és ezek a régi Teeny Ninja, tehát a 80-as, 90-es években az első rajzszím szériának a Teeny Ninjáival lett dizájnoló, nagyon jó pixel grafika, és ez a jó régi arcade beat-em, tehát amivel én is játszottam, amikor még kisgyerek voltam, nekem is egy nagyon jó móka lesz, remélem a gyerkőcnek is, és közös együttjátszás, és hát a játék is, tehát hogy igazából nincsenek magasan az elvárásaim, és szerintem azt maximálisan hozni fogja a játék, sőt még azon felül is, úgyhogy ezt is nagyon várom még. És hát ezek mellett minden más, ami még így befigyelhet így az idejében, így random játékok, amik megjelennek és felkeltik a figyelmemet, és talán jók lesznek. Úgyhogy ezeket tudom nektek kínálni az idei esztendőre, remélem hébe-hóba majd nézitek is majd azokat a dolgot, amiket hébe-hóba felpakolok a csatornára. Találkozunk hamarosan. Köszönöm szépen, hogy végighallgattátok ezt a videót. Sziasztok! Na, ebből már csak össze kéne vágnom valami épp kézláb tartalmat, aminél nem kapcsolnak el az első 5 másodpercen, hogy meglátják a pofámat.